Jubileumi évet ír a Józsa András Múzeum, amely most ünnepli 150 éves évfordulóját. Ezzel párhuzamosan negyed évszázados egy másik történelmi helyszín is. 1993-ban Kállai Kristóf alapította a Kállai gyűjteményt, amely az elmúlt 25 évben folyamatosan bővült. Ma már három kiemelt részből áll a gyűjtemény. Egyrészt a falerisztikai gyűjtemény, ez a kitüntetés gyűjtemény, az egy nagyon jelentős, országos hírű anyag, ami itt található ebben a Kállai gyűjteményben. Ezen kívül a máltai lovagrendnek a anyaga is itt található. Ugyanis Kállai Kristóf bácsi ennek a máltai lovagrendnek egy oszlopos tagja volt, és ebből kifolyólag ez a gyűjtemény is ide került hozzánk. Másrészt pedig egy 12 ezres könyvtár tartozik ehhez a gyűjteményhez, ami szintén nagyon értékes. A Kállai családhoz tartozó könyvészeti anyagot tartalmazza. Hamarosan egy várostörténeti kiállítás is nyílik a Kállai gyűjtemény kiegészítéseként. Erre egy már elkezdett és hamarosan folytatódó fejlesztés ad lehetőséget. A gyűjtemény első üteme modern városi programból megvalósult már, és ott áll per pillanat azért, mert polgármester úr elkezdett egy másik munkát, egy másik tárgyalás sorozatot, amely úgy néz ki, hogy siker koronázott, ugyanis a régi Kállai kúria az nem csak a front épületből állt, hanem ugye van mögötte egy ellalagba becsatlakozó szárny is, és most úgy néz ki, hogy polgármesternek sikerült kijelni a magyar kormánynál, hogy egy új ütem elinduljon, amelyben új kiállítások és új lehetőségek nyílnak, immáron körülbelül majd 1200 négyzetméteren, és utána, hogyha ez megvalósul, egybe veszi át majd a város ezt a két épületet, mert ez még nem a mi tulajdonunkban van. A Kállai gyűjtemény bővítése és fejlesztése nem áll meg. A jubileumi kiállítás megnyitón egy újabb erekével gazdagodott, amelyet dr. Fekete Zoltán álmodott meg és adatott ki a gyűjteményt alapító Kállai Kristóf emlékére. Ez ezüstből készült, és ahogy látom, már a kollégáim a vitrinekbe is fogják valamelyikbe kihelyezni, hisz a kiállításunk egyik terme kifejezetten Kállai Kristóf életéről, munkásságáról szól, mint politikus, magánember, diplomata, úgyhogy biztos, hogy méltó helyet találunk már most a kiállítás alatt is. A kiállítási anyag sok ritka tárgyat tartalmaz, kitüntetéseket, személyes tárgyakat, fotókat és könyveket, és számos olyan dolgot, amely egyedivé teszi a Kállai nevet és az azt viselő gyűjteményt is.